Székely Nemzeti Múzeum eleinte a Székely Mikó Kollégiumnak a tantermeibe kapott helyet. Ugye értelemszerű, hiszen tulajdonképpen a történelem a magyar órákhoz ott volt, mint egy szemléltető anyag szolgált. És amikor Kézdivásárhelyről, illetve Imecsfalváról bekerül az anyag Sepsiszentgyörgyre, a megyeszékhelyre, akkor a Székely Mikó Kollégium fogadta be. A mindenkori Székely Mikó Kollégium igazgatók voltak, a múzeum igazgatói is. Nagyon hamar belátta Csutak Vilmos és László Ferenc, hogy ez a múzeum kinövi a kereteit, és a Mikó Kollégiumban nem sok jövője van. Tehát nincs elég hely arra, hogy ezeket a gyűjteményeket fejlesszék. Így folyamodtak az Országos Múzeumi Bizottsághoz, a minisztériumhoz Budapesten levelekkel, lobbizással, és elérték azt, hogy 1911-ben a minisztérium elindított egy tervpályázatot a Székely Nemzeti Múzeum székházának a megépítésére. Több jeles építész rajtolt rá erre a feladatra, Hültl Dezső nyerte meg, és Kós Károly akkor még nem volt képben, fiatal, tehetséges, budapesti, erdélyi származású építész volt akkoriban, és Hültl mondta, behívatta és mondta, hogy Károly, ez neked való feladat. És így került Kós Károly kezébe, ő alkotta meg, interjúiban mondja, hogy a székelyeknek akartam egy szép kultúrházat, hogy használják. Eszméletlen tempóban dolgozhattak. Azt kell még tudni erről az épületről, hogy Kósnak az árszpoétikája, hogy helyi anyagokból helyi mesterekkel kell építkezni, és így is volt. Tehát a kő az Őrkőről van, Sepsiszentgyörgy határából, a fa az felsőháromszéki gyimesi fa, ugyanakkor az építőmesterek is, megvan a névsorunk, megvan a levelezésünk az építésvezetővel, tehát Kós hű maradt önmagához ennél az épületnél is. És hát ez egy sikertörténet. Ez az épület múzeumnak épült. Nagyon kevés ilyen épület van Erdélyben, és hál' Istennek 2012-ben ünnepeltük a 100. évfordulóját, tehát azóta is töretlenül múzeumként működik. Természetesen, hogy funkcióiban megújulásra szorul, a födémnek is nagyon komoly megújulást, felújítást kell eszközölnünk. Európai Uniós alapokhoz pályázunk, az idén újra tudunk pályázni, úgyhogy bízunk benne, hogy az infrastruktúráját meg tudjuk újítani. Nagyon érdekes, hogy Kós Károlynak a Székely Nemzeti Múzeum című munkája nagyon sok megrendelést hozott a városban. Tehát tudunk róla, hogy a város főjegyzője, jeles polgárai, a takarékpénztár elnöke rendelt tőle munkát, tehát tudomásom szerint Budapest után Sepsiszentgyörgy az a város, ahol a legtöbb Kós Károly munka megvalósult. Tehát egy nagyon felkapott lett városunkban Kós. Nagyon sok olyan szép épület van a köztéren, a főtéren is, ami látogatható legalábbis kívülről. És hogy mondjam, van egy egység, nagyon sok foglalkozást és ilyen városi túrát szervezünk, különösen gyerekek számára, hogy tudatosuljon, hogy ez a múzeum nem véletlenül van itt, és hogy Kós mennyire népszerű itt. Az egyik fontos mozzanata, hogy ő nem akart külön kalotaszegi vagy külön székely építészetet, ő Erdélyt akart. És ebben két nagyon fontos alappillére a belső erdélyi laikus építészet, de nem csak a laikus, hanem a templomok is, és a székely paraszti építészet. És azt hiszem, hogy a Székely Nemzeti Múzeumban ötvözte a kettőt. Tehát egy szintézise az ő törekvéseinek, amiben tudjuk nagyon jól, hogy nem volt egyedül. És az is, hogy ennyire népszerű volt Székelyföldön, ez is ezt nyugtázza, hogy igen, a fogyasztók is érezték ennek a próbálkozásnak, ennek a kísérletnek a tétjét. Úgy érzem, hogy Kós Károly ezzel a kísérletével, hogy a népi építészetből és a középkori építészetből egy szintézist készítsen, tulajdonképpen egy Bartóki utat jár.
Tehát behoz egy olyan irányzatot, ami a hagyományok, az egészséges hagyományokból építkezik, és ami modern szintézist készít. Tudjuk jól, hogy nem volt ezzel egyedül Európában. Nagyon neves finn, francia és még román kortársa is van, aki ebben a törekvésében, hogy mondjam, vele együtt, vagy vele egy ösvényen járt. Jelesebb épületei, amelyeket Szent Györgyön készített, hát a mai tanulók háza, a Kürösi Csoma Sándor utcában, a leányiskola, ma Kóskárolyról elnevezett Kóskároly liceum, előtte szobra is van, továbbá vannak Csutak Vilmosnak is épített házat, akkor a város főjegyzőjének a Csulakház, a ma a Konszasam utcában, tehát több olyan nevezetes épület van, ami akár a városnak a brandje is lehetne.